ami az én mai témám lenne, és tényleg nagyon rövid előadás, 10 perc, az valahol azt próbálja meg visszatükrözni, amit az utóbbi 10 hónapban ezzel az inspiratív zenei ébresztő projekttel megpróbáltunk elérni. Átalakul a zeneipar, de hogy átalakul a zeneipar, ez ma már nem újdonság. Ez tulajdonképpen talán 15 éve még egy újdonság volt, és akkor nagyon sokan hirtelen erre rácsodálkoztak. Azok, akik ma benne vannak a zeneiparban, zenészként, szakemberként, azok számára ez a mindennapi valóság. De ennek ellenére ez nagyon sok ilyen tévképzettel jár, nagyon sok olyan állítás van, amit szerintem érdemes megcáfolni, és ebből gyűjtöttem össze 10-et nektek, amivel szemben szeretnék 10 nagyon rövid tényt mondani. Az első, amivel tulajdonképpen mondjam, el is elvárás is felé, hogy ezzel kezdjek, de CD-gyártás megszűnik, a zeneipar meghalt. És ez nem igaz. De elsősorban azért nem igaz, mert a zeneipar az soha nem volt egyenlő a lemezpiaccal. És ezt egyre inkább látjuk olyannyira, hogy amikor készítettünk most egy felmérést a zenészek, zeneszerzők között, hogy megkérdeztük tőlük, hogy milyen bevételi forrásból érkezik számukra a pénz, amiből élnek. És ebben az összes terjesztési bevétel, CD, online és egyéb összesen 4%-ot tesz ki. Nem többet, 4%-ot. Most, hogy mondjam, lehet, hogy ez kétszer ennyi volt, vagy lehet, hogy kétszer ennyi lesz, de még akkor sem éri el a 10%-ot. Tehát, hogy mindenképpen azt kell látni, hogy a hangfelvételek értékesítése, a CD-nek az eladása, az a zenész számára nem fő bevételi forrás. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a folyamatos növekedés, amit az online terület mutat, és most már ilyen stream szolgáltatások elérhetőek, most már nem ciki ilyen szolgáltatásokért fizetni, és egyre többen vállalják ezt, el is mondják, hogy ők ezt szívesen használják, ez mindenképpen egy fontos elem. De nem mondjuk azt, hogy a zeneipar meghalt, mert talán soha nem volt ennyire izgalmas ez az egész. A másik állítás, amivel gyakran találkozom, és amit mindenképpen érdemes megcáfolni, az az, hogy egy rádiós láger már elég a megélhetéshez. Ha van egy jó rádiós lágerünk, akkor urul a szekér, akkor jönnek a milliók. Miért nem igaz ez? Nos hát azért, mert kicsi az ország, elsősorban ezért. És ezen belül is egy egészen furcsa ilyen rádiós piacon működik a világ. Hogyha a könnyűzenei rádiókat nézzük, mert azt látjuk, hogy összesen 2 darab országos könnyűzenei rádió van. Az egyik a Klassz FM, amelyik kereskedelmi, a másik pedig a Petőfi, amelyik közszolgálati. Az összes többi, amit egyébként sokan hallgatnak, az mind regionális. És ez csak az egyik fele az igazságnak. A másik fele az, hogy ha rákerestek a neten arra a szóra, hogy reklámtorta, akkor láthatjátok azt, hogy Magyarországon a reklámozók hol költik el a pénzüket. És akkor azt lehet látni, hogy a rádió az egy nagyon-nagyon pici szeletet tesz ki ebből. A televíziós területen konkrétan 10-szer annyi pénzt költenek el még ma is a reklámozók, mint a rádióban. Ne is beszéljünk arról, hogy az interneten ma már mennyivel több pénzt költődik el reklámra, mint a rádióban. Ehhez még persze hozzá lehet tenni, hogy a rádióban nem is nagyon van más bevétel, tehát nagyon nehéz egyébként ezt igazán erősen működtetni. Tehát a gazdasági jelentőség az kicsi, ezt mi a jogdíjakban is rendszeresen látjuk, tehát hogy ez általában panasz formájában jelentkezik, hogy ilyen sok elhangzás, és meg is néztük, egészen konkrétan láttuk, hogy a tavalyi évben a top elhangzás szám, a Carly Sanders My Baby című számára az évi 6000 elhangzás. Az azt jelenti, hogy naponta 19-szer elhangzott tavaly. Tehát egy nagyon magas elhangzás számokból sem lesz még önmagában milliómos az ember. A gazdaság jelentősége kicsi. Ennek ellenére azt lehet látni, és ez egy nagyon fontos árnyaló tényező, hogy az ízlésformáló jelentősége az viszont óriási. Ezért is nagyon fontos az a 35%-os magyar kvóta, ami az utóbbi most már lassan 3 évben működik, mert az új zenék megismerésének még a mai napig az első számú forrása, az egyértelműen a rádió. Következő állítás, kinéz ma még tévét a nagyin kívül, mert már igazából néz-e még egyáltalán valaki tévét. Hát egyrészt persze 6-kor menjetek el oda, ahol foci meccset adnak, és látjátok, hogy van, aki még nézi, de nem is az az érdekes talán, hanem az, hogy ez a terület sem megszűnik, hanem mint annyi más terület átalakul. Az lehet, hogy a Music TV nem játszik már zenét, de egy csomó kis zenei csatorna megjelent, amiben egyébként olyanok is vannak, mint a Nóta TV meg a Muzsika TV is, ami egy fajta kultúrterror, de van, sokan nézik, és van azért más is. Tehát sok pici zenei csatorna megjelent, és emellett ugye a reklámtortára visszautalok egy zenésznek, a mai napig igaz az, hogy megéri ott lenni a Zene TV-ben. Ebből már bevétele is lesz, és ez már valóban egy olyan terület, amit nem szabad elhanyagolni.
Négyes állítás, amit hát most már azért kevesen mondanak, de még most is hallok egész nagy zenekarokat, akik ezt ilyen dogmaként kezelik. Hogy egy komoly előadónak szüksége van lemezkiadóra. Ez ma már nem igaz. Amit inkább ehelyett szoktam mondani, és szoktam tanácsolni a zenészeknek, az az, hogy nagyon figyeljenek oda arra, hogy a felvételeiknek, akár hangfelvétel, akár videó, a jogtulajdonát azt tartsák meg maguknak. Amikor csak lehet, akkor ezt így kell tenni. Főleg azért, mert ma tényleg az a helyzet, hogy hangfelvételek eladásából, vagy videók eladásából közvetlenül nagy bevétel nem lesz. Viszont a jogtulajdon az egy hosszú távú befektetés, lehet, hogy 5-10 év múlva fogja meghozni a gyümölcsét, és 5-10 év múlva nem kell majd azzal a kiadóval egyezkedni, aki csak abban segített abban az időpillanatban, hogy 1000 vagy 1500 példány CD-t el tudjunk adni. Tehát ma a lemezkiadók válságban vannak, a zenészek nincsenek, és a kiadás az egy olyan terület, ahol tájékozódni kell, és csinált magad eszközökkel nagyon sok mindent meg lehet tenni. A zenei menedzsereknek a szerepe az óriási, és egyre nagyobb. Azt kell, hogy mondjam, hogy ma az egyik leggyakoribb kérdés a zenészek részéről az, hogy tudsz-e ajánlani egy jó zenei menedzsert. És az a helyzet, hogy a jó zenei menedzserek, ezt látom, és egy-két perc alatt elkelnek. Tehát nagyon hamar megtalálja azt a előadót, akivel érdemes foglalkozni és együtt dolgoznia. Tehát a lemezkiadó központi szerepét nagyon erősen fölváltja a menedzser szerepet. Az ötös kijelentés. A koncertekkel sokat lehet keresni. Hát nem igaz, nem igaz, azért igaz, tehát abban a bizonyos felmérésben, amit itt említettem, abban az jött ki, hogy azért a zenészek bevételének a 40-50%-a az gázsi. Tehát a koncertgázsi az ma egyeduralkodó, de azért érdemes észrevenni, hogy ez a piac is jelentősen átalakul. Igaz, hogy megnőtt az utóbbi 10 évben például a fesztiválra járó közönség, de mondjuk ott egy ilyen kétszeres növekedés van, ezzel szemben a rendezvények számában van egy ötszörös növekedés, tehát sokkal erősebb a verseny ezen a területen. Egyébként ez az óriási verseny az azt érte el, hogy a nagy fesztiválok azok világszinten, vagy legalábbis európai szinten egymással versenyeznek, és a legnagyobb előadók egymással licitálnak. Tehát egyre drágább egy-egy ilyen nagy előadót megszerezni, ami viszont szükségszerűen azt jelenti, hogy a fesztiválok büdzséjében a legnagyobb előadók túl nagy részt visznek el, a kis előadóknak meg egyre nehezebb elindulni. Olyannyira, hogy a vidéki zenekaroknak komoly nehézséget okoz az, hogy a saját régiójukból kilépjenek. Mindezt egy ilyen kis országban. Tehát nagyon óvatosan kell azért ezzel is bánni. Az egyértelmű, hogy az első lépéseket az zenészeknek maguknak kell megtenniük, saját koncertszervezéssel, saját kockázatvállalással, és ez egy komoly tisztító tűz. Magyar embereknek nincs jó zenei ízlése. Ez nem igaz, de nem úgy nem igaz, hogy nincsen, hogy mindenkinek jó az ízlése, hanem úgy, hogy nincs olyan, hogy egységes magyar zenei ízlés. Akkor, amikor 30 évvel ezelőtt egy tévé, egy rádió, egy lemezkiadó működött, és egy este 5-6 millió ember ugyanazt a tévéműsort nézte, és másnap mindenki arról beszélt, akkor lehet mondani, hogy volt egységes zenei ízlés. Ma nincs zenei ízlés, ma mindenkinek saját közönsége van, meg kell találni a saját közönséghez vezető saját utat. És ez egy óriási lehetőség. Ez megint azt kell, hogy mondjam, hogy készítünk slágerlistákat. Most először készítettünk olyat, ami a teljes magyar zenei spektrumot összehasonlítja a rádiótól, a streamingen keresztül a YouTube-ig. Azt lehet látni, hogy minden csatornán más zenei stílus, más előadó tarol. De ez nem egy tragédia, és az sem tragédia, hogy az első helyezett dalokat a lakosságnak a kétharmada nem ismeri. Ez másként volt régen, de ez nem tragédia, ez csak azt jelenti, hogy közvetlen kapcsolat kell a közönséggel, és az abszolút működik. A hetedik kijelentés. Egy jó dallal ma bárki befuthat. Hát lehet, hogy a Gangnam Style-ra igaz, de általában nem. És azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, amit itt el kell mondani, az az, hogy nem a dal, és nem is az album a termék, hanem maga a zenekar. Egyébként abszolút jellemző, hogy az emberek nem albumokat töltenek le. Vannak olyan előadók, akik erre nagyon élesen rá is játszanak, és már egyáltalán nem adnak ki albumot. Ugye a zenei streaming szolgáltatásokban a relevancia alapján történő ajánlások, recommendationok nagyon erősen működnek, de a lényeg az az, hogy ebben a világban felértékelődik az az állítás, hogy maga a zenekar, maga az előadó a termék. Ez az, amit építeni kell. A nyolcadik kijelentés nagyon erősen összefügg ezzel. Ugye amikor megjelenik kedvenc zenekarunk egy benzinkút állomáson, és ott lehet kapni a CD-jét, akkor rögtön fölmerül az, hogy na, ez a zenekar is eladta magát. Én ezt nagyon erősen zárójelbe tenném, és azt gondolom, hogy a szponzoráció az a 2010-es évek zeneiparának az egyik legfontosabb trendje.
Ugye az a helyzet, hogy direktben a zenevásárlás az körülbelül nulla. A zenei fogyasztás az úgy általában mindenhol jelen van, minden nagyon szorosan kötődik a zenéhez, de nagyon keveset költ közvetlenül a zenére. Az egyetlen út arra, hogy ezt pénzé lehessen valahogy ezt a nagyon nagy különbséget tenni, ez a szponzoráció és a reklám. De az online szolgáltatásokat, ha megnézitek, abszolút az a trend, hogy a reklámot azt egy ilyen kényelmetlenségi faktorként akarják kezelni. Ez a Spotify-nál nagyon világosan ki is jön. Azt mondják, hogy van egy ingyenes szolgáltatásunk telenyomva reklámmal, amit annyira kényelmetlen használni, hogy inkább térj át a fizetőste, ahol nincsen reklám. És egyre inkább azt lehet látni, nézzétek meg, hogy a YouTube játszásoknál is ez történik, most már hosszabb videók közepére is reklámot tesznek be. Ez teljesen egyértelműen abba az irányba halad, hogy előbb-utóbb lesz egy fizetős verzió, ami majd reklám nélkül lesz. Most onnantól kezdve, hogy a reklámot ennyire háttérbe szorítottuk, a zenekar és egy márkának az együttműködésére a legjobb hely az maga a szponzoráció, a termékelhelyezés, amiről Bodrogi András nem sokára fog még beszélni. 9-es állítás, amit sokszor hallok és nagyon nem igaz, az az, hogy egy zenekar számára a koncerteken kívül minden más talált pénz. Ezt akkor hallottam először, amikor megérkeztek az első fillérek a YouTube reklámokból. Az a helyzet, hogy ezzel szemben a zenekarok számára sok apró bevétel van, és ez a sok apró bevétel mindegyikét meg kell fogni, mindegyikére rá kell támaszkodni, és nem csak azt szabad bevételnek tekinteni, ami a rövid távon érkezik. Ha másra nem, arra jó lesz egy ilyen kis bevétel, hogy valami költséget finanszírozza. És hát végül az utolsó állítás itt a 10-es listán, amit már el szeretnék mondani, az az, amit szintén sokat hallani, hogy mivel a zene tévéket olyan kevesen nézik, talán nincs is értelme videóklipeket forgatni többé. Ezzel szemben az igazság az, hogy az új zene tévé a YouTube, ahol igaz az, hogy a drága zenei videókra már nincsen szükség. De az is bizonyított, hogy ha van valamilyen videó, van valamilyen vizuális tartalom, akkor az sokkal jobban működik, sokkal erősebb a nézettségek szempontjából. Tehát az egyszerű és olcsó videók egészen elképesztő reneszánszt élnek ma át. No, összegzésben 5 nagyon egyszerű üzenet, amit én a ma zenészének feltétlenül elmondanék. Az első. A zeneiparnak nem válsága van, a zeneipar tele van lehetőségekkel. Ezeket észre kell venni és meg kell ragadni. Igaz, hogy ma nincsenek követhető, egyszerűen követhető példák, de nagyon sok út van, amin előre lehet haladni. A másik általános jó tanács, nincsen zenei ízlés, nincs egységes zenei ízlés, találd meg a saját közönségedet. A harmadik, rendkívül fontos, sok kicsi sokra megy, ne csak a gázsiból és ne csak a jogdíjból próbáljon megélni a zenész, hanem keresse meg az összes többi lehetőséget a bevételszerzésre. Negyedik, a jogtulajdon maradjon a sajátod, figyelj erre úgy, mint egy kincsre, figyelj erre úgy, mint egy fontos befektetésre. És az ötödik, te vagy a termék, és te vagy a saját magad menedzsere, legyél mindig nagyon hiteles, és ezt a hitelességet előbb-utóbb egyébként anyagilag is le lehet majd valamilyen.